kérdés, mely évtizedek óta foglalkoztatja a férfiakat. Melyik testalkat tetszik a hölgyeknek? Ma én és Zsolti barátom erre keresünk a választ, méghozzá Budapest utcáin, ahol a lányoknak fogunk mutatni egy képet, melyen 6 különböző test látható. Az első egy vékony srác, ami én voltam edzés előtt, a kettes egy szálkás sportos alkat, ez szintén én leszek, a hármas egy testépítő fizikum, a négyes egy fedettebb, de izmos fizikum, ez Zsolti lesz, az ötös egy apútest, amely szintén Zsolti csak pár évvel ezelőttről, és végül a hatos egy elhízott úriember. Szerinted melyik fog nyerni? Hát én magamat mondanám, akkor négyes. Én meg a kettesre szavaznék, nem azért, mert én vagyok, szerintem általában ilyen szálkásabb at. Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek melyik fog nyerni? Melyik fogja a legkevesebb szavazatot kapni? A hármas. Érdekes. Én mindenképp a hatosra szavazom. És hogy kicsit növeljük a téteket, az, aki eltalálja, hogy kikapja a legtöbb és kikapja a legkevesebb szavazatot, annak 10 000 forint jár. Egy közvéleménykutatást csinálunk, és az a lényege, hogy azt szeretnénk megtudni, hogy melyik férfi testtípus a legvonzóbb az ellenkező nem számára. Erre közül a 6 kép között, melyiket választanátok? Igen, szerintem is a kettes, igen. És miért? Ezek egy indoklást kaphatom? Szerintem az se vonzó, hogyha valaki turizmus, meg nyilván az se, hogyha csontos. Bár nyilván külső meg fog belsőbet tart, szóval, hogy nem csak az ilyen csávokat lehet kinézni maguknak, de hogy így látásra. Ez a preferált test. Olyan nincs, hogy egyik sem. Végül is. Hát nehéz kérdés, én a második. Második? Igen. És miért? Olyan esztétikus. Hármas nem jobb? Nem, az nem túl sok. A második. A második? És miért? Hát igazából nem tudom, nem szeretem, hogyha túl kigyúrt valaki. Hát a kettes. Kettes? Aha. És meg tudod mondani, miért? Hát ő nekem túl sok. Aha. Ő nekem, hát megint csak túl sok a másik értelemben. Nem tetszik a tetoválása. A hármas? Jó, és miért? Hát ez néz ki a jól. Kettes. És meg tudjátok mondani, miért? Izmos. A hármas is izmos. Zsolti szemmel láthatólag szabotálni szeretné a fogadásunkon tett győzelmem. De szerencsére ez a kedves hölgy átlátott a szitán, és nem hagyta magát megvezetni. Az már sok a hármas, szerintem. Egyes vagy kettes. Aha, egyes vagy kettes, és megkérdeztem, hogy miért? A természetes hatás. Öt. Legyen a négyes. Hát és az olyan, nem is az a kigyúrt, de azért. Látszik, hogy dolgozott. Neked miért a négyes? Látszik, hogy amúgy foglalkozik a testével. Második. Aha, második, és miért? Nem tudom, valamiért azt tetszik. Második. Az második, az és fontos. Miért? Mert az foglalkozik a testével. De a hármas is. Az jó. Jó, nem? Fasza. Akkor három? Jó, oké. Kettő-három. Kettő-három, jó, oké. Minden test gyönyörű, aha. Úgyhogy szerintem az összes elfogadható. De neked személy szerint, hogyha választanod kéne, hogy most mégis melyik? Ötös. Ötös? Ötös. Ha? És egyszer csak egy indoklást, hogy miért? Nem tudom. Második, és miért, meg tudom mondani? Mert a legarányosabb. Legtermészetesebb, de egyébként az összes. A hármas is? Hát ott már lehet, hogy valamit használ az úriember. Kettes. Számomra, aha. Személy szerint a természetes kidolgozottság az jól néz ki. Ó. Oh. Ó. Oh. Hello. Kettes. Kettes? Szerintem az egyes. Másodikat mondom. Aha, és miért? Hát mert az így pont a köztes, nem túl izmos, és nem, nincs ilyen apatást, szóval azt hiszem, ez pont jó. Meg hogyha beleülök a láb, vagy beleülök az elébe, nem törik el a lábam, mert nem ilyen pipaszár láb. Az se utolsó, igen. Négyes. Négyes? Igen. Nekem is a négyes. Aha, inkább. És az indoklás? Hát azért is, mivel én szeretem, ha valaki izmos, de szeretem, ha puhahasson, jól nem kényelmes. Inkább én is a kettes leszavazdék, mert szeretem a köztetet, tehát hogy inkább nem a patás, de ne olyan szakás. Van szerintem is a kettes. Kettes. És ugyanaz az indok mindenki. Nekem a kettes. Nekem is a kettes. Igen. Kettes? És meg kellett volna, hogy miért? Nem tudom, az úgy esztétikusabb nekem. Igen, a hármas az túl durva. A hatos az is túl durva nekem már. A négyes az meg nekem olyan nagyon furott az a tetoválás. Hát nem is tudom. De azt tudom, hogy iratkozz fel és lájkold ezt a videót. Az egyes és a kettő között talán nem szeretem, hogy valaki nagyon ki van gyúrva. Aha. Tehát de akkor igazából, a hármas az már neked sok? Hát nagyon. De igazából 4-5 hattal sincs baj, csak hogy így nem. Aha. Én így a fejre megyek, hogy még az utazsuk el a szélem úgy. Nem tudom őszintén, kettes. Kettes? Kettes-egyes. Kettes-egyes te is? Nem, és ez most el fognak nem.
Tudhatnád, hogy ez az elítélés téma csak fordított esetben menne. Eddig a magyarok körében elég egyoldalú volt a szavazás, úgyhogy meg akartam nézni, hogy a turisták esetében is ez a helyzet. Two? Yeah. Number two? Yeah. Is it? And why, if I can ask? It seems somewhere in the middle. Az utolsó helyen 0 szavazattal az elhízott test szerepel, a következő helyezések igen szorosak lettek, és végül mérföldekkel csücsül a trónon a szárkás polgosa. Éppen bejött, úgyhogy loksz egy 10-essel. Tanulság? Le kell szárkásítanom, és nem csináltathatok tetkó.